A mindennapos iskolai feladatok mellett kirándulásokra és táborokra fordítja majd a Vasvári Pál Gimnázium azt az összeget, amelyet a Hometköfém adományozott az intézménynek. A támogatás a STEAM program keretében valósulhatott meg. Ezen belül, tehát olyan kirándulásokat tudunk szervezni, amelyek tehát erre a területet mutatják be. Táborainkat tudjuk támogatni belőle, illetve egy angol nyelvű megyei vitaversenyt is szervezünk. Annak a költségeit is ez a program fedezi, amelyben a téma az természetesen kapcsolódik ehhez a tudomány, ez a STEM területhez. A most átadott csaknem 7 millió forint azt a célt is szolgálja majd, hogy a tanulók betekintést nyerjenek a tudományos és mérnöki pálya mindennapjaiba. A cél akkor az volt, hogy kedvet teremtsünk az itt tanuló diákoknak a mérnöki szakma iránt, tehát a természettudományos szakmák iránt, mert abban az időben azt éreztük, hogy nem igazából ismert ez a szakma terület, ez a szakterület a diákok között, és ezen a programon keresztül, amit a Vasvári Gimnáziumnak az oktatói kidolgoztak, lehetőséget teremtettünk arra, hogy a diákok az évek alatt folyamatosan megismerjék azt, hogy milyen az iparban dolgozni, milyen készségek kellenek hozzá, mit is jelent ez tulajdonképpen, és évről évre ezt a programot próbáljuk csekkekkel támogatni. A csekkátadón részt vett a város alpolgármestere is, aki köszönetét fejezte ki az adományozóknak a környezetvédelemben, oktatásban és egészségügyben vállalt szerepükért. Hosszú évek óta sok-sok célra, oktatásra, egészségügyre, környezetvédelemre minden évben sok tízezer dollárnyi támogatást biztosít a város különböző céljaira. Ugye az idei évben is több intézmény mellett a Vasvári Pál Gimnázium is 20 ezer dollárnyi összeget kap, amelyet nagyon fontos a város számára, nagyon fontos célra fog az intézmény fordítani, hiszen az úgynevezett STEM tárgyak oktatására, a természettudományos matematika, fizika tárgyak oktatására különböző versenyekre fognak majd fordítani. Mészáros Attila bízik abban, hogy a támogatásnak köszönhetően minél több diák választja majd a tudományos pályát, és folytatja tanulmányait az Óbudai Egyetem valamelyik szakán.